Öt győzelem és két vereség után az őszi szezon 8. fordulójában tudott először x a megye első osztályban szereplő MFOCI Kft. A haziak kisé megfáradva kezdték meg a mérkőzést, játékukban hiányzott az ötlet, és ez megbélyegezte támadásukat is. Az első játék részben a két csapat egyenragó félként futbolozott a pályán, de gól nem született. Tehát 0-0-es döntetlennel vonultak a csapatok az öltözőbe. A második fél időben a maros mentiek egy támadó felállásba kezdtek, ennek köszönhetően helyzeteik is adódtak, azonban Góra ezeket sem tudták váltani. A mérkőzést a hazai Szél Kristóf dönthette volna el, hiszen egy kiugratást követően betalált a kapuba, azonban a partjelző lestintett. Így a végeredmény M. Foci Kft. Ásotthalmi tl 00. A Maros a mérkőzést követően a tabella harmadik fokára csúsztak, öt ponttal lemaradva az első helyezett Csongrád csapatától. Labdarúgóink legközelebb pénteken Szegeden lépnek pályára az FK 1899 Szeged gárdája ellen.